Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Én Csonk Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Hogy miért kezdtem el a PPH-t? Mindig is érdekelt, hogy hogyan lehetne az embereknek segíteni, érdekeltek a különleges dolgok, és mindig kilógtam a sorból, mindenféle sorból, otthon, az iskolában, bárhol, ahová elmentem. Kerestem valamit, nem tudtam, hogy mit. Amíg rám talált a PPH, addig közel 30 évig ezt tanultam, azt tanultam, amazt tanultam. Nagyon sok helyen úgy jártam, hogy elmentem, és ezt is tudom, ezt is tudom. Na de akkor mit keresek itt? És a végén rájöttem, hogy igen, ezt is tudom, ezt is tudom. Na de miért nem tudom használni? Azért, mert sehol nem kaptunk, pedig nagyon jó tanáraim voltak, sehol nem kaptunk sem segítséget, sem olyan módszereket, amivel be tudtuk volna az életünkbe építeni azokat a dolgokat, amiket megtanultunk. Ahogy rám talált a PPH, itt azonnal megéreztem, tudtam, hogy a legjobb helyen vagyok. Olyan dolgokat tanulunk, amit eddig én sehol máshol soha senkitől nem hallottam. Olyan technikákat, olyan személyes segítséget, ami nélkül nem is lehet ezeket a tudásokat alkalmazni, mert hiába a tudás, ha nem tudjuk használni. Szedlacsik Miklós egy olyan rendszert épített fel, és olyan felső segítséget kap különleges képességei által, ami teljesen egyedülálló, én még nem találkoztam sehol ilyennel. És itt olyan lehetőségek vannak, ami hát anyagilag. Tehát egy képzés 330 forintba kerül, egy hónapban kapunk 30 óra tudást, egy olyan összegér, ami szerintem nevetséges. Bárhova elmegyünk, most 10-20 ezer forint, rosszabb helyre is elmegy, én azt mondom. Nagyon sok embertől hallom, hogy de hát éves szinten a 120 ezer forint és el kell vegye a családjától. Nem, befekteti a saját jövője és a családja jövőjébe. Enélkül a tudás nélkül nem válunk alkalmassá, nem léphetünk be az aranykor, sőt létre sem tudjuk hozni. Akkor pedig mindenki tudja, amiről Szedlacsik Miklós nagyon sokat beszél, mi fog történni. Tehát nem gondolkodhatunk azon, hogy mi bekerül, ezek a pénzek sokszorosan visszatérülnek. Én a teremtőnek szoktam felajánlani, első a tandíj, amit befizetek, és ezt sokszorosan visszakapom. Szedlacsik Miklós nagyon sokat tanult, nagyon sokat tett azért, hogy ő és a családja ezt a tudást nagyon jól tudja alkalmazni. Nem volt sem pártag, sem nem örökölt vagyont. Teljesen egyedül a saját tudása és ereje az, amivé vált. Egy akkora mesterré, ami megint nem kézzelfogható. Mindenki tudja, aki el szokott jönni élő előadásokra, és ami a legfontosabb dolog lenne, hogy mindenki eljöjjön, gondolatban feltett kérdésekre válaszol. Amire nem tudja a választ, mert hogy nem az ő tudása nem tudhat mindent, azt megkapja a teremtőtől hihetetlen rövid időn belül. Bármikor, bármilyen kérdésünk van, vagy tanácsot kérünk, azonnal tudja a legjobb megoldást. Van, amikor két szó, de ha kell, akkor két óra hossza. És a tanítványoknak mindezt ingyen. Nem kér érte semennyi pénzt. Bármilyen tanácsadásra elmennénk, ott azért igen sok nulla van. Utána a legközelebbi alkalommal megint mehetünk tanácsot kérni, és vagy jó az a tanács, vagy sem. Hát én nagyon örülök, hogy 6 évvel ezelőtt, sőt most már a 7. éve, hogy itt vagyok. Többször hallottam ugyanazokat a képzéseket, de soha nem egyforma, mindig sokkal többet kapunk, és olyan tudásokat, amit még soha senki sehol nem tanított. Például gondolok itt a teremtővel való kommunikációra. Hihetetlen, nagyon jól működik, ha működtetjük. És nem szeretnék többet beszélni, szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Érdekes világban élünk, nem? Már hányféle veszélyhelyzet van? Szerintem már nem is tudjuk a számát, nem? Tudjátok? Van már aszály veszélyhelyzet. Azt mondja, hogy van háborús veszélyhelyzet, akkor van egészségügyi veszélyhelyzet, akkor mi van még? Energia veszélyhelyzet, vihar veszélyhelyzet is van? Jó, akkor már vihar veszélyhelyzet, van még valami? Hát lassan minden veszélyhelyzet lesz, nem? Már lassan az lesz, hogy élünk, az egy veszélyhelyzet, nem? Jó, tehát elég fura egy világ, nem? Bár ha jobban megnézzük, ez mind az aranykorért van. Mi az, hogy aranykor? Nézzük. Tehát 2035-re a bolygón aranykornak kell lenni, és sajnos egy olyan világban élünk, ha ide visszamegyünk, akkor azt látjátok, hogy az emberek többsége azt hiszi, hogy a túlélés, vagy a minél több pénzkeresés miatt élnek. Na most, hát a túlélés miatt éltek az emberek nagyon sokáig, legalábbis azt gondolták, hogy azért élnek, nem mostanában azok. Évezredeken keresztül, azért, hogy minél több legyen a bolygó lélekszáma, minél több szaporodás történjen. De hát ezen a világon túl vagyunk, ugye a múlt századtól, és hát már nem azért születnek az emberek, hogy túléljenek, mert a túlélés az csak egy ösztön. Tehát igazából vagy ösztönösen, vagy tudatosan az ember elél az élete végéig, nem? Tovább nem szoktunk élni, csak addig. Tehát nem? Hát mindenki addig él, nem? Amíg meg nem hal. Tehát addig mindenki túl szokott élni. Vagy ösztönösen, vagy tudatosan, nem? Tehát de ugye sokan azt gondolják, hogy minél több pénzköltés, bejött a rossz idő, rögtön többen járnak az utakon, nem strandokon vannak, meg nyaralni, meg a Balatonnál, meg össze-vissza, nem, hanem valami más csinálnak éppen. De hát ugye az is pénzköltés, hát beülnek az autóba, és mennek vele, tehát beindítják a motort, már abban a pillanatban az pénzköltés, nem? Mert már is fogy az üzemanyag. Tehát az emberek azok költekeznek, mit tudom én, fölülnek a tömegközlekedési eszközre. Ingyen nem tudnak fölülni. Föl lehet ülni, csak az úgy hívják, hogy lógás, nem? Tehát minden pénzbe kerül, tehát valamit csinál az ember. A legtöbb embernek vannak ilyen olyan jellegű céljai, ha végig gondolod, ami közvetlen kapcsolatban áll a pénzköltéssel. Nem? Na most azért megkérdezném, hogy mondjuk az embernek a lelkének a fejlődése, mondjuk mint cél kitűzve, annak mi köze a pénzhez? Tehát, hogyha például valakinek egy megveszekedett huncut vasa sincs, és mondjuk az a célja, hogy lelkileg fejlődjön, akkor vajon fog tudni fejlődni? Hogy ne tudna? Hát miért tud? Csak egy dolgot kellene csinálnia, hogy bármi történik vele. Ami pozitív vagy negatív. Leszűrni a tapasztalatát. Ennyit kellene csak csinálnia. És az illető
már is elkezdene fejlődni. Csak hogy az ember ezt ne tudja megcsinálni, tudod mit csináltak? Azt, hogy felgyorsították a világot. Tehát úgy értsétek, hogy 24 óra alatt, vagy ameddig te ébren vagy, sokkal, de sokkal több minden történik, mint valaha. És nem tudom, figyeled-e, hogy sokkal, de sokkal több történés van a világban, legalábbis ami közvetlenül ért téged, vagy közvetve ért téged, teljesen mindegy, mint valaha. Hát elmondhatjuk, hogy a múltban hát sokkal többet tudtak unatkozni az emberek, mint manapság. De mégis kevesebbet unatkoztak, és manapság unaloműzést csinálnak. Tehát unaloműzésként egy ilyen, hogy is szokták ezt mondani? Milyen pótló? Pótcselekvés. Na ezt akartam, köszönöm szépen. Pótcselekvést csinálnak. Tehát az emberek nagy része az benne van a mindennapokban egy ilyen pótcselekvésbe. Tehát az idejük egy jó része az pótcselekvéssel töltődik el. Hát most mondok például, mit tudom én, dolgokat, jó? Tehát valaki föl kell reggel, hol kezdődik a pótcselekvése? Hát, hogy mondjuk azzal kezdődik, hogy férfiaknál talán nincs is olyan pótcselekvés, bár a kávézés az valószínűleg pótcselekvés, meg rágyújtanak a cigarettára, az valószínűleg pótcselekvés, ugye, és ezt tömegesen is csinálják, de nem csak erre gondolhatunk, hanem mit tudom én, mondjuk nem tetszik neki a körmének a színe, az kifesti. Nem a pasi, hát lehet, hogy ma a pasi, de ezt mondtam, hogy nem a férfiakra vonatkozik, ezt mondtam, hanem a hölgyekre, de a kávézás, a dohányzáshoz vonatkozik mind a kettőre, ugye az talán jobb példa volt, de fogja és kifesti a körmét. Érted? Hát ez egy pótcselekvés. Mert az, hogy megfésülködik, az nem pótcselekvés, de hogy mondjuk kifesti a körmét, az egy pótcselekvés. Tehát lényeg az, hogy tehát mondjuk ilyen dolgokkal kezdődik, akkor jó, mondjuk, hogy elmegy a munkába és dolgozik a munkahelyen, az lehet, hogy nem pótcselekvés, hiszen abból él. De mégiscsak pótcselekvés, mert a legtöbb ember nem azt csinálja, amit szeret. Tehát ami azt jelenti, hogy ahelyett, hogy azt csinálna, amit szeret, olyat csinál, amit nem szeret. Tehát akkor ez nem pótcselekvés. Tehát az ember olyat csinál. Tehát a pótcselekvés az mindig arra vonatkozik, ami mondjuk nem annyira fontos, vagy nem annyira sürgős. Érted? És az ember mégis csinálja. És hát ugye mi lenne a fontos? Hogy az ember olyat csináljon, amit szeret, vagy olyat csináljon, amit nem szeret. Hát nyilván az lenne a fontos, hogy olyat csináljon az ember, amit szeret, nem? De az emberek még azt se tudják, hogy melyik a fontosabb, a sürgős vagy a fontos. Na szerintetek melyik a fontosabb, a sürgős vagy a fontos? Hát de az emberek mégis a sürgős csinálják, nem? Tehát pont van egy adás a tévében, amit akkor játszanak, mert akkor van kiírva a műsorban. És onnantól kezdve az a legfontosabb, mert hát az sürgős lesz, érted? Hát nézd meg, az emberek akkor fizetik be a számlát, mikor már sürgős, tehát mikor már majdnem kifutnak a határidőből, legalábbis a legtöbb ember, érted? Tehát az emberek a látszólag sürgős dolgokat csinálják, ahelyett, hogy a fontos dolgokat csinálnak. Tehát én úgy gondolom, ahhoz, hogy az ember jó hangulatban legyen, miért kellene jó hangulatban lenni egy embernek? Hát azért, mert egy nem jó hangulatú ember, az folyamatosan hibázik. Ennek megvan az oka, most nem fogom elmesélni.
Szóval lényeg az, hogyha egy ember rossz állapotú, tehát nem elég jó állapotú, inkább úgy mondanám, mit jelent az, hogy jó állapotú? Tehát ott, onnantól mondhatjuk, hogy valaki jó állapotú, hogy ránézel, és érdemes volt ránézni. Tudod? Tehát ami azt jelenti, hogy szeretet van az arcára írva. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem gyűlölködés, vagy nem mérgelődés, vagy nem ellenségesség van, vagy nem bánat van az arcára írva, hanem szeretet van az arcára írva. Érted? Tehát az mit mutat olyankor a szeme egy embernek? Barátságos csillogást, így van, egy barátságos csillogást mutat a szeme. Érted? Na innentől kezdődik a jó hangulat. Érted? És ha az ember nem tudja ezt a hangulatot megütni, mármint úgy érve, hogy elérni, akkor ugye ez alatt olyan hangulatok vannak, ahol az ember beindítja a pótcselekvéseit. Miért? Mert ilyen unalom környéki hangulatom van. Érted? És unalomban elkezd olyan dolgokat csinálni, ami igazából nem fontos. Érted? Még ez annyira nem is lenne baj ahhoz képest, mint hogyha az ember még rosszabb hangulatú, és elkezd másokkal szemben, történésekkel szemben, emberekkel szemben ellenséges lenni, vagy rossz indulatú lenni. Olyankor már nem is a unalom tükröződik az arcán, hanem rossz indulat tükröződik az arcán, és a szeméből is rossz indulat sugárzik. És itt kezdődnek az igazán rossz hangulatok, de mehetnénk lejjebb is a hangulatokban. Nekem nehogy valaki azt merje mondani, hogy rossz hangulatban baromi jó dolgokat szokott csinálni. Mert ha valaki azt mondja, hogy ő rossz hangulatában jó dolgokat tud csinálni, akkor az hazudik. Ami magában egy helytelen cselekvés. Oké? Tehát eleve ott kezdődik a dolog, hogy az ember jó hangulatúnak kellene, hogy legyen. De ahhoz, hogy az ember jó hangulatú legyen, azt kellene csinálni, amit szeretsz, nem? Te biztos szerettél a maszk használat idején maszkot hordani, biztos szerettél beoltatni magadat a különböző izével szemben, érted? Biztos szeretted csinálni, mert különben nem szeretted volna, nem csináltad volna, nem? Gondold végig. Szóval a lényeg az, hogy ha az ember jó hangulatú, akkor jó dolgokat tud csinálni. Rossz hangulatban rossz dolgokat csinálunk. Tehát nincs olyan, hogy rossz hangulatban jó dolgokat csinálunk. Ilyen nincs. De olyan sincs, hogy jó hangulatban rossz dolgokat csinálunk. Ilyen sincs. De te nyugodtan legyél rossz hangulatú, hogy rossz dolgokat csinálj. Nem az én életem, hanem a tied, a te hülyeséged. Világos ez? Tehát nyugodtan csináld. Minél többet csinálod, annál több hülyeséget csinálsz. Így működik. Nem kell ezt elhinni, de az életed bizonyítja ezt. Tehát tudod mit látni? Azt látni, hogy amikor én 20 éves voltam, tök jól éreztem magam a bőrömben. Nem tudom, ti hogy voltatok ezzel. Most nem egészségre gondolok, mert ugye az természetes, hanem úgy, hogy élveztem a 20 éves koromat. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Jó,
Nagyon jó volt. Tehát nem azért, mert fiatalok voltunk, hanem egyszerűen jól éreztük magunkat. És utána 20 évesen összeházasodtunk, hát nyilván nem mindenki, de én akkor. Meg lehet, hogy én ilyen kiváltságos helyzetben voltam, de nem egészen, mert a többség az akkor házasodott, 20 éves korban. Tehát összeházasodtunk 20 éves korban, és működött jól a házasságunk, érted? Már akkor is. Most megnézed gyakorlatilag, és hát a fiatalok összeházasodnak, most már nem az a jellemző, hogy 20 évesen, hanem inkább később. És hát utána kiderül az, hogy nem bírnak egymással. Érted? Tehát, hogy valaki ott valami olyan dolgokat csinál, ami a másiknak nem tetszik, vagy mind a kettő is olyat csinál. Tehát most, tehát hogy értsétek, mondok példákat. Jó, tehát tudom én, az természetes volt annak idején, hogy mondjuk egy, mondjuk az én feleségemet figyelembe véve, ugye én 17 éves korában ismertem meg, 19 éves volt, mikor elvettem feleségül. Én voltam akkor 23. És amit a konyhában csinálnia kellett, mint nőnek, tudta csinálni. Érted? Én láttam olyat, hogy 20 évesen egy nő nem tud krumplit pucolni, érted? De nem volt egy szülei, aki megtanítsa? Engem 7 éves koromban megtanított a krumplit pucolni, érted? Lehet, hogy 7 és fél éves voltam, mindegy. De 8-nál több biztos nem. Érted? Pedig férfi vagyok, nem nő. Akkor, mit tudom én, ugye vannak olyan dolgok, amit egy családban meg kell csinálni, érted? És egyszerűen úgy működnek manapság a fiatalok, hogy nem tudják, hogy mit kellene csinálni egy családban. Tehát azt gondolják, hogy arról szól, hogy keressünk, és akkor utána kiszolgáljanak minket. Tehát az azt jelenti, hogy keresnek pénzt, és ugye az egy kiszolgálás, hogy rendelnek ezt, rendelnek azt, ne kelljen csinálni semmit, akármit, ami bejárónő legyen, aki takarít, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag ezt régebben, ha megnézitek, ezt az urak csinálták. Tehát most a mai társadalomban nem akarok csúnyát mondani, de gyerekként a segge kim volt a gatyából, muszáj volt. Érted? És most meg ő úr akar lenni. Érted? Most mindegy, hogy férfiről vagy nőről beszél, fiatal férfiről vagy nőről, de a fiatal férfiak, nők nagy része egyszerűen ki akarja magát szolgáltatni. Tehát ha nem sikerül itthon kiszolgáltatni magát, akkor elmegy valami olyan nyaralásra, ahol kiszolgáltatja magát. Érted? És akkor kifizet egy rakás pénzt azért, hogy kiszolgálják. Tehát mi családosan, hát amikor csak a saját családommal voltam, soha nem voltunk egyetlen egyszer se szállodában magunktól. Tehát én sokat voltam szállodában, de nem a családda. Ami azt jelenti, hogy üzleti dolgokban voltam mindig a családda, vagy a szállodában.
Tehát ami azt jelenti, hogyha mi a családdal elmentünk nyaralni, sokat voltunk, akkor mindig apartmanban voltunk. És megcsináltuk magunknak a dolgokat. Tehát minket nem kellett kiszolgálni. Érted? Tudod miért nem? Mert ahhoz a kiszolgáláshoz alkalmazkodni kell. És a franc akarta alkalmazkodni. Én akkor akartam kelni, mikor én akarok, és akkor akartam enni, inni, akármit csinálni, amikor én akartam, és nem amikor a szálloda. Érted? És azt akartam enni, amit én akarok, és nem azt, amit adnak. Nem tudom, világosan. Tehát ma egy olyan világban élünk, ahol így mintha fölfordult volna az egész, ugye mindenki úr akar lenni. Őt szolgálják ki. Mi a szar vagy te? Szolgáljanak ki. Érted? Mi bárónak születtél, vagy grófnak, vagy hercegnek? Nem tudod magad kiszolgálni. De az a baj, még otthon sem szolgálják ki magukat. Mert mondom, már kaját rendelnek, meg ruhát rendelnek, meg mindent. Nem ők mennek a dolgok után, hát szolgálják ki ők. Érted? Úgy meg fogjátok szívni, mint a boci a következő hónapokban, években. Egy az, hogy óriási termékhiány lesz, már elkezdődött, nem tudom, veszitek-e észre, hogy vagy, tehát már visszaesett a választék, és visszaesett a mennyiség. A cégek nem fognak termelni raktára, csak úgy mondom, mert nem lesz pénzük a raktára termelésre. Világos ez? És az emberek pénzükkel meg kitörülhetik a hátsójukat. Miért? Mert annyit fog érni. Világos ez? És akkor még ilyet írnak cikkekben, hogy eddig az inflációt a fizetések emelése fedezte. Ez van, ezt olvastam tegnap, érted? Eddig az inflációt a fizetések emelése fedezte. Hát azért nem tudom, szerintem a legtöbb ember biztos örült volna annak, ha kapott volna 50%-os fizetésemelést egy év alatt. Biztos örült volna neki. Mert hogy az infláció úgy volt 50% az elmúlt egy évben, mint a húzat, az is biztos. Hát én megéltem 36%-os inflációt a 90-es évek közepet táján, és nem volt hetente kétszer áremelés. Hát gondold végig, hogy az elmúlt egy évben a kenyér ára hányszorosára emelkedett. Hát nemrég mennyiért vettük a kenyérnek mondjuk kilóját? 400 forintért? Most meg 1000 forint fölött veszed? Érted? A legtöbb kenyérboltban. Hát de figyeld, az étkezési búza 143 forint kilója, és mit tudom én, 70 fillér. A takarmány búzának meg 143 forint 30 fillér. 40 fillér a különbség a takarmány búza és az étkezési búza közti különbség. Érted? 40 fillér. Szóval hihetetlen, hihetetlen. Tehát ami azt jelenti, hogy ha ugye még a búzát meg kell őrölni, még be kell osztályozni, meg csomagolni, stb., hát már az azt jelenti, hogy egy kiló liszt az akkor nem 143 forint, hanem már az legalább ilyen 300 forint körül van. 270? Akkor majdnem eltaláltam, nem sokáig 270, csak úgy mondom. Főleg azért, mert ugye a búzának egy jó része
nem termet meg. Főleg az Alföldön. Szóval gondold végig, egy olyan világban élünk, mi lesz azokkal, akik szeretik magukat kiszolgáltatni? Csak így kérdezem. Ilyen fognak halni, így van. Ilyen fognak halni. Tudod miért? Mert nem tudod majd kifizetni a kiszolgáltatást majd. Mert ha te magad megcsinálnád, mondjuk kijönné feléből. A kiszolgáltatás az duplájába kerül. Ez ugyanolyan, mint hogy elmentünk egy szállodába, vagy elmentünk egy apartmanba, tudtél, hogy a szálloda az duplája volt. Érted? És az apartman mindig kényelmesebb volt, mert mindig sokkal nagyobb volt a terünk, és azt csináltunk ott, amit akarunk, egy szállodában meg volt egy szobánk, fürdőszobánk, vécénk, meg egy előszobánk. Érted? Ezt ennyi. Az apartman meg belefért volna ugyanaz háromszor, érted? Vagy kétszer legalább. Tehát nekem mindig az sokkal kényelmesebb volt. Sokkal, mint a szálloda. Szóval a lényeg az, hogy nem, egyszerűen nem jönnek rá az emberek arra, hogy itt nincs visszarendeződés. Nem tud visszarendeződés lenni. Ugyanis az országok most, ahol nagy baj van, mind úgy el van adósodva. Erre rátett most a két év Covid. Érted? Szerintem az adósság állományát a két év Covid az országoknak legalább másfélszerezte. Legalább. Tehát két év alatt annyi adósságot halmoztak föl, mint előtte akár évtizedeken keresztül. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, gondoljátok végig, ha egy ország el van adósodva, az azt jelenti, hogy a lakosság az az adósságokból él. Tehát azok is abból élnek, akiknek egy forint adósságuk sincs. Érted? Ez így van. Tehát hiába én nem vettem föl egy forint adósságot, de miért? Mivel én Magyarországon élek, ezért az állam ugye tőlem is levonja az ő adósság törlesztésének a pénzét. Világos ez? És az azt jelenti, hogy bezárult a kör. Hány éve mondom azt, hogy ez az adósság csapda, amiben benne vannak az államok, ez be fog zárulni? 7 éve körülbelül. Körülbelül 7 éve. És ezt nem látjátok át? Tehát ebből nincs kiút, ebből egy kiút van, az, hogy te neked meg a családodnak kell boldogulni. Érted? Ez a kiút. És minél jobban odafigyelni mindenre. Ami azt jelenti, hogy az életben. Tehát az életedben odafigyelni mindenre. Tehát, hogy mennyi a bevételed, mert ez a kulcs, nem a kiadás a kulcs. Hát kit érdekel, ha ötszörösére emelkedik a benzinárát, érted, ha neked tízszeresére emelkedik a jövedelmet? Kit érdekel? Nem az a kérdés, hogy mit mennyire emelnek, hanem az a kérdés, hogy mennyi a jövedelmed. Világos voltam. Ha a jövedelmedet nagyobb arányba tudod növelni, mint amilyen az árak emelése, akkor kit érdekel az áremelés? A többi meg így járt. Ja, te együttérző vagy, meg humánus, meg stb. Hát az a te bajod. Érted? Ilyen egyszerű. Tudod, mi a legnagyobb probléma? Az, hogyha az emberek nem kerelnek padlóra, akkor a legtöbb ember soha nem fog szellemileg nyitottá válni. Ezt hány éve mondom? Ez is vagy 10 éve. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy azt gondoljátok, hogy hát ez a lentiek műve. Micsoda? Mi a lentiek műve? Tudod, mi volt a lentiek műve?
az, hogy egyeseknek megvették a lelkét, az a lentiek műve. Érted? Tehát az egész világ most arról szól, hogy ha nem kezdesz el, nem állsz neki fejlődni, bele fogsz gebedni, ennyi. Érted? Erről szól. Nem kell ezt elhinni. Nem kell. Úgyis meglátod majd a gebedés saját magadon. Milyen egyszerű. Ja, hogy túl drasztikus vagyok, és nem cirogatom a lelkedet. Aha, ja, van, mi a manóra mész? Hm? A lélekcirogatásra mire mész? Semmire. Érted? Tehát itt én a helyedben azon agyalnék, hogy hogyan legyen minél több pénzem. Érted? Ezen agyalnék. Tehát minél több és több. Erre mit csinálnak ezek a barom emberek? Nem tudok más mondani. Szórják és költik a pénzt. Érted? Egyszerűen nem értem. Minthogyha nem ebben a világban élnének, érted? Tehát egyszer hihetetlen. És akkor beszélem a nejemmel, ugye, hogy mennek össze-vissza, szórják a pénzt, költik a pénzt, érted? Utazgatnak, nyaralgatnak, stb. Azt mondja nekem, hogy mi is fogunk menni. Csak tudod, mi a különbség? Mi megtehetjük. A legtöbb ember meg nem tehetné már meg. Érted? De mi a megnézed üzleti útra megyünk. Nagy különbség. Érted? Tehát nagy különbség. Tehát mi üzlettársakkal megyünk üzleti útra. Oké? Okay? És ugye voltunk egy családin, ahol ugye megtehettem azt, hogy a gyerekeimet, meg a feleségeimet elvigye. Vagy a feleségeit. Feleségeit! Nem az enyém! Nekem egy van, a feleségeiket, azt akartam mondani. Elvigyem őket, érted? Elvigyem őket. Tehát ezt megtehettem, hogy elvigyem őket. Tehát, hogy együtt legyen a család. Hát ezt meg tudtam tenni. De ezeket megtehetjük. De ha megnézzük, ugye az átlagnál sokkal több időt töltünk el a munkával, tehát sokkal több időt, de nem, azért nem fáradunk bele, mert szeretjük. Érted? És amit csinálunk, az kényelmes. Tehát ugye mi PP-házunk. PPH az a Problem Prevention Holding. Jó, tehát mi PPH-zunk, és szeretjük, amit csinálunk. Tehát mit csinálunk alapvetően? Embereket szolgálunk ki, emberek igényeit szolgáljuk ki, érted? És az emberekkel foglalkozunk. Hát nem szükségletét, igényét. Igényét. Tehát nem szükséglet. Tehát a tudás az nem szükséglet, az igény. Érted? Azért nem szükséglet, mert a hót hülye emberek is egész jól el vannak. Nem? Tehát nincs rá szükségük a tudásra, és mégis el vannak. Jó, és térjünk már vissza erre a gondolatra. Mielőtt valaki ezt nem értené. A tudatlanság nem bűn, csak fájdalmas. Mi benne a fájdalom? Tudod, micsoda a fájdalom? A tudatlanságból elkövetett hibák, és a hibáknak a következménye, amit úgy hívnak, hogy probléma. Érted? És amikor te problémát kapsz, és nem tudod megoldani a problémádat, az nagyon fájdalmas.
Mert az a probléma az jelentkezhet betegségben, az a probléma jelentkezhet balesetben, az a probléma jelentkezhet családi problémában, az a probléma jelentkezhet anyagi problémában, és amikor az emberek ezeket meg szokták kapni, mondjuk a négyből kettő az fizikai fájdalmat okoz elsősorban, a négyből a másik kettő az meg lelki fájdalmat okoz. Tehát az fizikailag nem fáj, amikor párkapcsolati gondjaid vannak, családi problémáid vannak, az lelkileg fáj. Az sem fáj fizikailag, mikor pénzügyi problémáid vannak, az is csak lelkileg fáj. De a betegség, a baleset, az fáj fizikailag is. És minden probléma, ami az életedben van, az hibázás következménye. Nem másnak a hibázásának a következménye, hanem a te hibázásodnak a következménye. Ha tetszik, ha nem. Úgyhogy jó lenne, ha az egód leszállna arról a magas lóról, és szembesítenéd a saját egódat azzal, hogyha bármi probléma van az életedben, te vagy érte a felelős. Világos voltam? Pedig gondold végig, az egód hogy tiltakozik ezzel. Úgyhogy épp ideje lenne lelökni a magas lóról az egódat. Oké? Tehát neked kellene lelökni a magas lóról az egódat. És szembesíteni magadat azzal, hogy bármi, ami probléma van az életedben, te vagy érte a felelős, és te hibáztál. És akkor nem nyalogatni kell a sebedet, nem siránkozni, hogy szegény szerencsétlen, miért velem történt. Mert ezt csinálják az emberek, nem? Túlnyomó többségében nem ezt látod? Na én ezt látom. Hát akkor mi a megoldás? Tudás kéne a megoldásra. Tudod, mi a különbség, hogyha valakinek tudása van? Ő is kap problémát, csak ugye nem problémaként kezeli. Tehát a tudatlan az a problémát problémaként kezeli. Akinek van tudása, az a problémát nem problémaként kezeli, hanem feladatként. Eszébe se jut, hogy ez egy probléma, hanem az egy megoldandó feladat. És fogja, mivel van tudása, nekiáll és megoldja. Érted? A másik meg mit csinál? A tudatlan? Fogja és siránkozik. Szalad fűnek, fának, mondja, mindenkit megterhel a sok hülyeségével, mindenki hibás, csak ő nem. Vagy nem ezt csinálja? Nem elég, hogy ő lehúz, őt lehúzza a probléma, még mindenkinek, aki elmondja, arra is ráterheli, hogy őket is hagy húzza le. Tehát egy bolond százat csinál. Szó szerint. Akkor nem egyszerűbb lenne, hogyha lenne tudás? Lenne tudása az adott személynek. És fogná és azt mondja, hogy na, egy újabb feladat. Vagy netántán azt mondaná, na, egy újabb kihívás. Érted? Én sok kihívást kaptam az életemben. Én szeretem a kihívásokat. Tényleg. Szó szerint. Vannak olyan emberek, akik nem szeretik a kihívásokat. Tudod miért nem? Mert lusták tanulni. Milyen egyszerű. Tehát fontosabb nekik az, hogy mondjuk lógassa a lábát egy medencébe, érted? Vagy a kertben fölállított, mit tudom én, jacuzzi, akármiben ücsörögjön. Érted?
ahelyett, hogy mondjuk tanulna. Tehát én életemben a tudással felnőttként 91-től kezdtem el foglalkozni, illetve nem is 91-től, mert 87-től kezdtem el, mert meg akartam érteni, hogy adott helyzetben, amikor egy emberrel üzletet akarok kötni 87-től, akkor miért nem sikerül. És akkor hogy szépen rájöttem arra, hogy na ez valószínű ezért nem sikerül, akkor kipróbáltam, hát ha az ellentétet csinálom, akkor jobb lesz. Mert ugyanis abban az időszakban még nem találtam semmi olyan anyagot, hogy hogy kell egy emberrel bánni, vagy esetleg hogy kell üzletet kötni, nem lehetett ilyet még fellelni, ilyen irodalmat. Mondhatnánk azt, hogy ezen a régióban még ilyen tiltott irodalom volt, hogy nehogy már megtanulj bánni valakivel. De hát egyébként nagyon érdekes, hogy nyugaton nem volt tiltott irodalom, de a nyugati állampolgárok legalább annyira tudatlanok ebben a kérdésben, mint a keletiek. Pedig ők már, mit tudom, az első ilyen könyvek még talán a 20-as években íródtak, 100 évvel ezelőtt. Ugye már akkor élt, akkor tájt élt például Dale Carnegie. Mert ugye réges-rég meghalt. És ugye az első könyveit, nem is tudom mikor írta, a 30-as, 40-es években, a múlt században. És azt nyugaton már lehetett akkor utána olvasni. Mint tudom, José Silva vagy Aaron Hubbard már a 50-es, 60-as években már komoly értekezéseket csinált az ember működéséről. Mi most kelet-európaiak azt sem tudtuk, mi fán teremnek ezek az emberek. Ugye a José Silva az agykontrollnak az atya, ugye erre a Hubbard meg a szientológiának az atya, vagy inkább úgy mondanám, hogy dianatikának az apja, vagy anyja, apja. Anyja. Ja. Ja, szóval lényeg az, hogy itt nem volt semmi ilyesmi, amivel lehetett volna ilyenekkel foglalkozni. És hát onnantól 87-től minden lehetőséget arra, hogy ami az ember és az élet működésével kapcsolatos, még akkor is, ha azt nem tudtam, hogy az hasznos lesz-e, ugye felleltem. Sőt, egy ideig még avval is foglalkoztunk, ugye, hogy a Bagolyvár kiadóval volt ilyen nagyon, tehát ilyen megállapodásunk, és gyakorlatilag az összes ilyen pozitív könyvet, ugye azt forgalmaztuk is. És az természetesen mindet meg is szereztem magamnak is természetesen is, és el is olvasgattam ezeket. Aztán itt utána jöttem rá csak, hogy melyik a népámítás és melyik a valós dolog, akkor még nem tudtam ugye ezt a 90-es években. Szóval a lényeg az, hogy hát azt gondolják az emberek, hogy azért élnek, hogy minél több pénzt költsenek. Hát akik ezt gondolják, úgy meg fogják szívni, mint a boci. Érted? Tehát a boci azért a tehén tőgyéből nem szív annyit, mint amennyit azok fognak szívni. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye nem kell ezt elhinni. Csak az a baj, hogy meg fogod a saját bőrödön tapasztalni. Mert azt kellene megint elmondanom és mindenkinek, mindenkivel megértetni, hogy itt van ez a bolygó. Tehát ezt még mindig nem tettétek magadokévá. Itt van ez a bolygó. És itt van az emberiség ezen a bolygón. És nem az emberiséget csinálták, hogy is, várjátok, na, hogy mondjam, tehát igen, nem az emberiséget csinálták a bolygóért, hanem a bolygót csinálták az emberiségért. Tehát ami azt jelenti, hogy ezt a bolygót azért hozták létre, és azért ilyen ez a bolygó, amilyen,
hogy az emberiséget létre lehessen rajta hozni. Nem ezt, hanem már előtte az elsőt, mert ez ugye a hetedik emberiség, előtte a legelsőt létre tudják hozni. De nyilván az egy folyamat volt, mire a semmiből, nem a semmiből, az energiából egy működő, képes olyan bolygó, ahol egy élőlény, egy emberi élőlény el tud élni, az létrejöjjön. Az több milliárd év. Érted? Ez ott nem probléma, akik ezt csinálják, mert ott nincs idő. Érted? Tehát nekik az egy milliárd év, vagy egy millió év, vagy ezer év, az tök mindegy, mert nincs idő. Tehát ugye neked azért számít az idő, mert fogy. Nekik nem fogy az idejük, hanem nő. Nem vicc. Hogy lehet növelni az időt? Úgy, hogy növelik a teret. Ahogy nő a tér, úgy nő az ő idejük. Érted? Ami azt jelenti, hogy minél nagyobb a tér a világegyetemben, annál több teret tudnak bejárni, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag annál több az idejük. Nem tudom, elég világos voltam már. Lehet, hogy ezt még nem értitek kellőképpen. Jó, tehát igen, én nem az Einsteintől hallottam, hanem a fentiektől. Úgyhogy ennyi. Jó, tehát lényeg az, hogy minél nagyobb a világegyetem tere, már pedig a világegyetem széle volt a bolygó, mikor a bolygót létrehozták. Tehát világos ez? Tehát a világegyetem széle volt a Föld, amikor a Földet létrehozták. Ahhoz képest a világegyetem már sokszorosára nőtt. Érted? Az azt jelenti, hogy ezáltal, mivel a tér megnőtt, az idő is megnőtt a lelkeknek. Világos ez? Tehát nem rövidebb lett az idejük, hanem hosszabb lett az idejük. Tehát gyakorlatilag végtelen, mivel a világegyetem is a végtelen felé halad folyamatosan, ezért az életünk időtartama nem mint ember, hanem mint lélek, szintén a végtelen felé halad. Oké? Tehát a fenti létformában az idő nem fogy, hanem nő. Tehát akkor fogyna az idő, ha a teret csökkentenék, szűkítenék. Világos ez? De ilyen nincs. Tehát nincs szűkítés, mert folyamatos térbővítés van. Ezáltal ugye folyamatosan nő az idő is. Szóval lényeg az, hogy ott nem foglalkoznak azzal, hogy valami, mit tudom én, ott nincs olyan, hogy határidő. Érted? Teszik a dolgukat, és amikor kész lesz, akkor kész lesz. Tudod, miért nincs határidő? Nagyon egyszerű. Mert ahol határidő van kiszabva, ott a minőség rovására megy. Így van. Mert gyorsan már nincs időnk, gyorsan meg kell csinálni, érted? És akkor már nem számít milyen minőség, akkor gyorsan csapjuk össze. Tehát a határidő az mindig a minőség rovására megy. Tehát a világegyetemben, itt a Földön van határidő, egyébként nincs határidő. Most gondold végig, most nem tök mindegy, hogy egy bolygót mondjuk 4 milliárd év alatt tettek élhetővé, vagy 8 milliárd év alatt? Nem tök mindegy. Teljesen mindegy. De itt a Földön nem lenne mindegy, hogy mit tudom én, a házadat egy év alatt építik föl, vagy két év alatt. Nem mindegy, nem? Vagy mit tudom, hónapra kihozzák a romlandó árut, vagy csak hónap utára. Nem? Az sem mindegy. Pedig csak dupláztuk az időtartamot. Jó, szóval egy olyan világban élünk, ahol arra kellene törekedni,
hogy az ember egy első törekvésként megismerje az életének az értelmét. És az nem az anya. És az nem is a gyereknevelés. A gyereknevelés az kell, mert meg kell élni egy embernek. Az a fejlődési folyamatának része, hogy gondoskodjon valakiről. Sokkal jobb, ha a gyerekedről gondoskodsz, mint mondjuk a következő életedben, mondjuk egy, tehát egy egészséges gyerekről gondoskodsz a jelen életedben, az sokkal jobb, mint ha mondjuk a következő életedben esetleg mondjuk egy beteg gyerekről kell gondoskodnod életed végéig. Érted? Tehát ezért jobb, hogyha az ember megtanulja a gondoskodást, mert ugye a gondoskodásnak az lenne a lényege, hogy önzetlenségre tanít. Érted? Önzetlenségre tanít. Ha most gondold végig, ha te azt mondod, nem szeretem a szagokat, és akkor ki fogja tisztába rakni a gyerekedet? Ha nem szereted a szagokat. Ha, és meg is fogod tudni fizetni a cselédet? Az már nem biztos. Értitek? Jaj, mert nem szeretem a látványt. Mert rosszul leszek a látványtól. Érted? És akkor hogy oldod meg ezt a kérdést? Na hát ez azt jelenti, hogy a gondoskodás révén az ember megtanul olyan dolgokat is, hogy képes legyen a tudatával ezeket a baromságokat felülírni. Mert ezek baromságok, érted? Mint ugye az is ritkaság, amit csináltam, ugye 6 héten keresztül, ugye én teljes mértékben ápoltam édesanyámat. Az azt jelenti, hogy fekvőként. És becsinált, stb. Én raktam mindent tisztába. Érted? Tehát én megéltem ezt is milyen. És az egómat zsebre tudtam rakni. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy az ember, amikor gondoskodik, akkor van egy tudata, ami által a bizonyos ösztönös dolgokat le tudja győzni. Érted? És meg tudja ezáltal csinálni azt, amit meg tud csinálni. Én ismerek olyan nőket, akik már eleve úgy álltak ehhez a gyerekkérdéshez, hogy ő undorodik ettől, undorodik attól, hogy mi lesz akkor, ha majd gyereke lesz. Hát valószínű, hogy el is rendezik, hogy ne is legyen neki gyereke. Jó, szóval érdekes világot élünk. Tehát mondom, ott kezdődik a dolog, hogy az embernek talán tudnia kellene azt, hogy miért született. És ha az ember már tudja valamilyen szinten, hogy miért született, tehát mit kellene ebben a földi létben megélnie, és legvégül ugye milyen következtetésre kellene jutnia, akkor ugye a következő az lenne, hogy vajon, ha tudom, hogy miért is vagyok itt ezen a bolygón, akkor vajon teszem is a dolgomat, hogy azt elérjem, amiért itt vagyok a bolygón? Ez a következő kérdés. Én azt látom, hogy a legtöbb ember nem teszi. Pedig sokan az ismeretségi körömben, itt PPH-sokról van szó, sokan tudják, hogy mi lenne a feladatuk, küldetésük, de mégse teszik a dolgukat. Mégse. De ez nem az én problémám, hanem azért az adott személy.
Tehát én ezt nem tudtam, csak kiderült számomra, amit most mondok, most fogok mondani, hogy ugye mi az én küldetésem. Tehát én nem tudtam. De ezt már tudom. És azt is, azt sem tudtam, hogy, mi az élet célja. Tehát én sem tudtam. Már ezt is tudom. Azt sem tudtam, hogy mit kell annak érdekében csinálni, hogy az ember a küldetését teljesítse, azt sem tudtam, hogy létezik olyan, hogy küldetés. Nem baj, hogy te így voltál, mert én is így voltam. De onnantól, amikor én megtudtam dolgokat, akkor elkezdtem a fejembe megváltoztatni dolgokat a saját elképzeléseimmel kapcsolatban. Tehát az embereknek van egy elképzelése bármiről. És amikor az ember tudást szerez, akkor van egy kérdés, hogy az eddigi elképzelésedet képes vagy-e megváltoztatni. Vagy sem. Ez a kérdés. Vagy maradnak azok az elképzelések, amit eddig elképzeltél, és nem befolyásolja a tudás. Tehát én ezt úgy csináltam, hogy az elképzeléseimet elkezdtem átalakítani a tudáshoz. Nem kell ezt csinálni, én ezt tudom, hogy ez működik, mindenki azt csinál, amit akar, szabad akarat van. Csak az a baj, hogy az elképzeléseid a legnagyobb korlátok. Érted? És az elképzeléseid sajnos az a múltból fakadnak. Ezért nem reális. Ugyanis a jelen soha nem azonos a múlttal. Tehát mindig az a reális, amit a mostban tudsz megtapasztalni. Oké? Megtapasztalni. Tehát tapasztalni. Tehát az, hogy kitől mit hallottál, ki mit tanított neked, nem érdekes. Az létrehozott egy múltbéli elképzelést, ami alapján élted tovább az életedet, de ha jelenben megtapasztalsz dolgokat, akkor annak alapján kell tovább élni, és nem annak alapján, amit a múltban tanítottak, vagy elmondtak neked, vagy átvettél, mint elképzelést. Értitek? Tehát ezen nagyon el kellene gondolkodni, hogy most te a múltban élsz, vagy mindig a jelenedben, a jövődért. Mert a múlt az csak egy dologban szolgálja a jövőt. Hogyha okos és értelmes vagy, akkor a múlt tapasztalatát föl tudod használni. Ha a múlt tapasztalatát nem használod, akkor felejtsd el a múltat. A múlt, ha nem használod a tapasztalatát, akkor csak gátol. Oké? Akadályoz az előrehaladásban. Mondok példát, hogy értsétek. Itt tudom én mondjuk, nagyon sok emberrel csináltam már párkapcsolati coachingot. Coaching azt jelenti, hogy ember és élet jobbítás. Tehát kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Ugye ezt jelenti a coaching. És amikor egy párkapcsolati jövőt kell építeni, akkor ott, amikor a jövőt elkezdi az ember építeni, attól a pillanattól,
odáig, addig a pillanatig a múltat le kell zárni. Különben nincs jövő. Érted? Ugyanis, ha egy párkapcsolatnak gondja van, akkor, tehát gondok vannak a párkapcsolatban, két embernek egymással, akkor az a múltban keletkezett. Oké? És egy, gondold végig, egy új párkapcsolat, amikor létrejön, annak nincs múltja, és nem befolyásolja semmi annak a múltját, mert nincs múltja. Érted? Nincsenek előítéletek, semmi nincs. Nem is ismerték egymást. Érthető ez? Létrejön a párkapcsolat, és onnantól ott a jelentől elindul az egész történés. És nincs múlt. A múlt az mindig téged befolyásol. Érted? És nem hagyja, hogy reális legyél. Mert vannak érzéseid, érzelmeid. És az érzéseidben ott van a múlt. És hiába akarsz tudatos lenni, ha a múlt fölbüffen. Ezért mindig ilyen esetben, ugye az a javaslat, aztán vagy megcsinálják, vagy nem, hogy nincs olyan, hogy múlt. Nincs. Hát ha két ember a múltban nem jutott dűlőre valamiben, akkor miért jutna a jelenben? Bármi olyan dolog, ami a múltban nem volt megegyezve, kuka. Ami azt jelenti, hogy úgy kell elindítani egy kapcsolatot, mint az most indult volna el. Világos ez? De hát, ugye, van egy olyan, hogy etika. Ez egy 4 hónapos képzésünk volt, ami mindennek az alapja. Van 6 alaptémánk, abból az egyik az etika, az az alapok alapja. Tudod, az a baj, hogyha emberek együttműködnek egymással, és nem etikusak, tehát az ember etikus szándékosan tud lenni. Értitek? Azért kell szándékosan, tehát ha az ember nem tudja, mi az, hogy etika, mert azt látja, miért nem tudják az emberek maguktól, hogy etika, mi az etika, mert ahhoz egy etikus társadalomnak kellene lenni. Tehát ahol a társadalom etikus, ott az emberek is etikusak, a beleszületett emberek is etikusak. Ahol a társadalom etikátlan, ott a beleszületett emberek is etikátlanok lesznek. Ha csak nem tanulják egyesek az etikát, és ők elkezdik betartani az etikát. Tehát most a társadalom nagyobb mértékben etikátlan, mint etikus. És nem a bűnözésről beszélek. Tehát nem a bűnözésről. Tehát nem törvénytelen dolgokról beszélek, hanem törvényesen etikátlanok. Érted? Tehát a törvény nem bünteti azokat az etikátlanságokat, amit egymással szemben tesznek az emberek. Ránéztem az órára. Be kéne fejeznem. Ma
maradjunk ennyiben, jó? Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogyha most itt az első részben esetlegesen ilyen dolgokat hallottál, amit netántán még hasznosítani is tudsz, akkor vajon a második részben mi lehet? Én azt mondanám, hogy próbáld ki, hogy mi lehet a második részben. Mondjuk úgy 3 hónapig. Az azt jelenti, hogy heti 2 alkalommal, 3 hónap az minimum, azt mondja, hogy 12 alkalom. Jó? 3 hónap alatt már meggyőződhetsz arról, hogy sokkal több tudást tudsz kapni a második részben, mint az elsőben. Az első az szól nekem is arról, hogy A-ból B-be juss el. De az, hogy hogyan juss el A-ból B-be, az csak nagyon kis mértékben, vagy sehogy. És az, hogy hogyan juss el A-ból B-be, az a második rész. És tudod miért fizetős? Mert különben akkor számodra nem lenne értéke. És ha te egy olyan ember vagy, aki ingyen akar kapni tudást, akkor köszönjük szépen, nem kérünk belőled. Tudod? Tudod miért? Mert akkor te egy nagyon etikátlan ember vagy, aki cserét nem akar adni, csak kapni akar. Világos voltam? Igen. És nem számít, hogy megsértődsz ezen. Nem érdekel. Oké? Mindenki, aki bármit ingyen akar, az etikátlan, és nem akar cserébe adni semmit. Érted? Ez úgy kezdődik, hogy te egy etikátlan ember vagy. Mert az etika egyik alapja a csere. Világos ez? Tehát adok, kapok. És nem csak kapok. Ha ez neked nem tetszik, nem való vagy az aranykorban. Ilyen egyszerű. És nem is leszel ott addig, míg nem változol meg. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszaadom a szót a háziasszonyunknak. Szeretlek benneteket, ez mind értetek van. Sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a megint igen érdekes ingyenes első részt. Hát rengeteg tudás volt benne ma is, és igen, valóban ott kezdődnek a dolgok, hogyha etikátlan valaki, ott kezdődik, ha tudatlan valaki, hogyan akar megoldásokat. És aki ezért sajnál 10.000 forintot 30 óra képzésért, hát valóban maradjon otthon. Annyi mindent kapunk itt, hogy nem is tudom, hogy melyik végén kezdjem. Hiába mennek az emberek olyan helyekre, ahol csak motiváció van, nagy hangzatos, szép szavak. Persze jól érzi magát addig a 2-3 óra hosszáig, hazamegy, és ugyanolyan lentről kezdi, és megint megy a következőre, mert hogy szeretné jól érezni magát. És hiába tudjuk az igazságot, és van véleményünk, ha nem tudjuk, hogy hogyan tudunk változtatni a környezetünkön, a létezésünkön, és most azért... Hát hihetetlen nagy dolog, amibe beleszülettünk és vállaltuk. Egy új korszak létrehozása, felkészülés nélkül sehogy nem fog menni. Összefogás nélkül sehogy nem fog menni. Én soha nem szervezésnek hívtam a szervezést. Én ráéreztem arra, amikor kerestem magamat, hogy vállaltam valamit. Mikor megtaláltam, hogy ezt küldetésnek hívják, és az aranykor, akkor én azt mondtam, hogy teremtőm, ha ezért születtem le, nem tehetek mást, fel kell készülnöm, és meg kell találnom azokat, és hagynom kell, hogy megtaláljanak azok, akikkel egy az utunk, és össze tudunk fogni. És én azt mondom, hogy itt olyan tudást kapunk hozzá, ami,
ami nélkül nem menne, de ezzel viszont nagyon könnyen megy, ha alkalmazzuk a tudást. És most 30 perc szünet következik, akik szeretnék a második részt, és van hozzá jogosultságuk, egy alkalommal ingyen megnézhetik, és tudnak dönteni, és én is azt tudom ajánlani, hogy ki kell próbálni, én mindent ki szoktam próbálni, mert másképp nem tudom meg, hogy az megéri, nem éri, akarom, nem akarom. Utána elnyomás feloldó coach következik, ahhoz át kell kapcsolni az oldalunkon a másik linkre. 30 perc szünet, köszönöm szépen!